már két győztes meccsen vagytok túl a szezonban, de jön az első idegenbeli meccs itt tavasszal. Mit vársz ettől a találkozótól? Hát talán az eddigi legnehezebb mérkőzés vár ránk. Ugye el kell hagyjuk az otthonunkat, amit most 3 hónap alatt gyakorlatilag végig töltöttük a mindennapjainkat. És hát egy nagyon jól szervezett, jól felkészített csapat ellen, akiknek az eredmények most annyira nem sülnek, nem annyira sikerül nekik a játék, de kemények, szervezettek, jól védekeznek, és mindent meg fognak tenni, hogy otthon tartsák a 3 pontot. Úgyhogy mi pedig azért megyünk, hogy nyilván megpróbáljuk elhozni tőlük, de ez nem lesz egyszerű. Mire kell leginkább figyelni a csapatnak szerinted ahhoz, hogy meglegyen ez a 3 pont? Hát a motiváltságot emelném ki. Nem szokott ezzel probléma lenni, tehát mióta én megismertem őket, motiválatlansággal nem tudom őket vádolni, de ezeken a mérkőzéseken, amikor el kell hagyni az otthonunkat, és egy olyan csapathoz megyünk, akik pedig gyakorlatilag az életükért harcolnak, ilyenkor fontos az, hogy mi hideg fejjel és profi hozzáállással el tudjuk hozni onnan a győzelmet és a 3 pontot. Hogy láttad itt a tavaszi meccseket eddig? Mi a legfőbb tapasztalat, amiben sikerült előrelépni az őszhöz képest? Hát azt gondolom, amiben sikerült előrelépni az, hogy nyerünk, és sikerült győztesen elhagyni a meccset, még akkor is, a pályát, még akkor is, hogyha nem annyira megy a játék zökkenőmentesen, de a védekezésünkkel még mindig picit elégedetlen vagyok, illetve a mérkőzéseink kezdésével, tehát az első 5-10 percben itt sokszor picit elaludtunk, de utána hála Istennek mindig jól reagált a csapat, úgyhogy bízom benne, hogy ezen is tudunk még egy kicsit javítani a továbbiakban. Köszönöm szépen, akkor sok köszönjük szépen. Sziasztok!